Akkor vágjunk is bele a témánkba. Ugye az előző alkalommal frissítsük fel, hogy miről beszéltünk az előző alkalommal. Elkezdtük a türkök történetét tárgyalni, és ott hagytuk abba valahol, hogy létrejön a Tang dinasztia, megbukik a Szői dinasztia, és létrejön a Tang dinasztia. Most egy kicsit még ugorjunk hátrébb a történetben. Ugye emlékszünk arról, hogy Kína, két Észak-Kína, két nagy félre, egész Kína pedig ugye természetesen három különböző dinasztia uralkodott egész Kína területén. Volt egy dél-kínai dinasztiánk, ami annyira most nem érdekel minket, hanem Észak-Kína számunkra fontos. Észak-Kína két félre volt felosztva. Ugye volt egy keleti Wei dinasztia, illetve egy nyugati Wei dinasztia, majd ezeket a puccsok eredményeképpen más dinasztiák, ugye a keleten a Qi, nyugaton pedig a Zhou dinasztia váltotta. És tulajdonképpen ezt a kettősséget már a Zhuanzhuanok utolsó kagánya Anakui is elég ügyesen igyekezett kihasználni, a maga javára fordítani, és ugyanez volt a helyzet a türkökkel is. Itt egy picit megállnék, nekem Barfield-del ellentétben az a meggyőződésem, ugye Barfield, hogyha már olvasták a könyvét, meg sokat emlegettem itt az órákon is, Barfieldnak az egyik legfontosabb tézise az, hogy akkor alakult meg a mai mongol sztyeppéken, mai Mongólia területén nagyjából egy nagy, erős, nomád, egységes birodalom, amikor Kínát is erő és egység jellemezte, tehát a Han dinasztiák, a Tang dinasztián idején találunk ilyen nagy erős sztyeppei birodalmakat, és ugye ő a Shadow Empire, azaz az árnyék birodalom kifejezést használja, tehát Kína árnyékában egy nagy erős tündöklő egységes Kína árnyékában nőhet fel, csak egy nagy erős nomád birodalom, ez az ő fő tézise. Én viszont ezt sokan bírálták természetesen, túlságosan egyszerű kép, de természetesen van ebben igazság. Tehát egy nagyon széttagolt, egy nagyon nagy problémákkal küzdő, szegény Kínát ugye nem lehet kifosztani. Attól nem lehet anyagi javakat olyan nagy sikerességgel beszerezni, mint egy nagy erős Kínától, ez természetesen igaz. Viszont az én meggyőződésem az, ezzel kapcsolatban is ez itt egy nagyon fontos momentum Kína és a nomádok kapcsolatának történetében, hogy amikor Kína megosztott, de nem nagyon megosztott, nincs széttöredezve apró kis fejedelemségekre, hanem mondjuk két nagyobb tömbre, Észak-Kína két nagyobb tömbre van szétszakadva, az igazából kedvez a nomádoknak, és láthattuk ezt Anokui esetében is, bár ő nem tudta teljesen véghez vinni, nem tudta kiteljesíteni ezt a, hogy is mondjam, nem tudott teljes mértékben élni ezzel a szituációval, mert ugye a türkök fellázadtak, és ő elpusztult, de a türkök aztán még tovább viszik ezt a dolgot, és sokkal jobban kihasználják, mint a Zhuanzhuanok. Egyébként, tehát arra appellálva, arra alapozva, hogy ez a két észak-kínai dinasztia riválisa egymásnak, a türkök ugye ebben a háromszög szituációban nagyon nagy nyereséghez jutnak. Tehát tulajdonképpen a két észak-kínai állam egymással való vetélkedését nagyon ügyesen ki tudják használni, és tulajdonképpen ez kedvez annak, az én meggyőződésem az, hogy a türkök felemelkedésének az alapja az Észak-Kínának ez a kettéosztottsága volt. Ennek segítségével tehettek ők szert olyan nagy anyagi haszonra, anyagi javakra, amilyenre ugye nekik sikerült szert tenniük, és ennek köszönhető az, hogy egy nagy erős türk nomád birodalmat, egy nagy erős nomád birodalmat tudtak felépíteni addigra, amikor Kína elkezdett újra egységesülni. Ugye először az északi Zhou dinasztia lesz az, amit talán nem említettem, hogy fennállásának a vége felé az északi Zhou dinasztia már elkezdi ezt az Kínának az egységesítését. A Vörös medencét, Szecsuáni medencét, vagy más néven Vörös medencét elfoglalja. Ezzel egyrészt elvágja a még mindig létező Tuyuhun birodalmat, vagy Tuyuhun fejedelemséget Dél-Kínától.
Másrészt pedig hallatlanul értékes termékeny területre tesz szert, és ez aztán segíti abban, hogy végül a keleti Qin diadalt arasson. Aztán ez az egységesítés egész Kínának, az először Észak-Kínának az egységesítése, majd utána az egész Kínának az egységesítése már az újabb pucs révén hatalomra kerülő Szüi dinasztia égisze alatt valósul meg. Tehát 581-ben létrejön ugye a pucs által a Szüi dinasztia, a Zhou császár császárt a trónról letaszítja a saját apósa, majd megalapítja a saját dinasztiáját, és nagyjából ezzel egy időben szakad ketté az eddigre, hát akár fogalmazhatunk úgy is, hogy a túl nagyra nőtt türk birodalom egy keleti, illetve egy nyugati birodalom részre. Tehát ugye a Fonákiára fordul a helyzet, mint ahogy azt az előbb említettük, az előző alkalommal. Kína egységesül, ugye ez is egy folyamat, nem egyik pillanatról a másikra történik, de elkezd egységesülni, a türk birodalom pedig szépen ketté szakadni a keleti és nyugati felekre. Tehát az, ami Észak-Kínában volt, az most a sztyeppéken lesz, leegyszerűsítve, vázoljuk fel ezt a képet, ami pedig az előtt az egység, ami az északon volt, ugye a mongol pusztákon, az pedig Kínát fog jellemezni egy egység, egy erős, egységes Szüi dinasztia. Most ennek a következménye természetesen az lesz, egyrészt a türkök körében közben a generációk telnek el, hogy az alapító kagán meghal, az ő öccse is meghal, és tulajdonképpen Istemi, aki a nyugati birodalom résznek az uralkodója volt, idővel majd ő is meghal, 581-ben hal meg, éppen akkor, amikor a Szüi dinasztia alapul, egy véletlen egybeesés, és az ő utóda már egyrészt nincs olyan szoros rokoni kapcsolatban a keleti kagánokkal, ugye, generációváltás történt itt, tehát nem testvérek, hanem itt unokaöccsökről van szó. Ő már az unokaöccseinek a főségét nem hajlandó elfogadni. Ebbe persze belejátszott az is, hogy Istemi rendkívül hosszú életű volt a többi rokonához képest, és ezért az ő fia, az ő fiának a keleti kagánok, az keleti kagánok, illetve a keleti kagáni trónra pályázók, az unokaöccsei lesznek. Tehát itt egy generációs aláfölé rendeltség is van. Ugye Tardu az idősebb generációhoz, ő már nem hajlandó elfogadni az unokaöccseinek a főségét. És ez széthúzáshoz vezet, és széthúzás eredményeképpen az történik, hogy egyrészt van egy nyugat-keleti szembenállás, illetve keleten belül, a keleti türk kaganátuson belül is több pályázó van a fő kagáni pozícióra. Itt, aki vesztésre áll, ugye Isbara kagán lesz az, 585-ben, tehát nem sokkal, még nem egyesült egész Kína, nem sokkal a Szüi dinasztia megalapulása után, ugye 3-4 évvel azután, bebocsátást kér Kínába, a Szüi Kína ezt nagy örömmel fogadja, és egy ideig lojális támogatója lesz Isbara kagán, illetve az ő türkei, a Szüi dinasztiának részt vesznek a hadjárataiban, kisebb-nagyobb felkeléseket, lázadásokat vernek le, ahogy azt illik. Ez akkor kezd el változni, amikor Isbara kagán utódja, illetve utódai már egyrészt utódai kerülnek hatalomra, mint a keleti türkök között, illetve Yang császár is meghal, és Wen császár is meghal, és a helyét a utódja Yang császár veszi át, tehát egyrészt a személyes kötelék is lazul már, illetőleg a Szüi dinasztia, mint ahogy azt a nagyon agresszív militáris dinasztiák esetében megszokhattuk, a sok hadjáratnak köszönhetően, hát hogy is mondjam, a hatalma kissé megrodjan, különös tekintettel a koreai félszigetre, tehát a Koguryo ellen vezetett hadjáratok nyomán, és ez még hozzájárul ugye a sárga folyónak a nagy áradása is, ami éppen ezekben az időkben nehezíti a dolgot. Hát nagy válságba kerül, egy nagy válságba kerül. 611-ben vezetnek még a Tujhunok ellen egy hadjáratot, ami viszonylag sikeresnek mondható, persze a Tujhun fejedelemség nem pusztul el,
De az nem volt egy olyan nagy bukás még, de aztán nem sokkal később a Kóra elleni hadjáratok azok már igazán nagy bukáshoz vezetnek, és ugye említettem azt is, hogy az áradások, betegségek, éhínségek miatt gyötrődő emberek hadba vonulása, illetve erőszakos toborzása, az aztán végképp beteszi a kaput Szüj dinasztiának. Rengeteg elszaporodnak a lázadások, regionális hadurak ragadják magukhoz a hatalmat egy-egy területen, és tulajdonképpen megint szétaprózódik, egy rövid időre szétaprózódik Kína. Ez a türköknek hosszú távon nem kedvez, inkább azt mondja, hogy rövid távon kedvez. Rövid távon, tehát az a türk kagánit jelesül Sieli, kínai nevén Sieli, azaz türk nevén Illig kagán szempontjából ez talán jó, talán ő örült ennek, de ez hosszú távon sosem kedvez a nomádoknak, a szétagoltságnak a nagyon nagy mértéke, ez a nagyon szétaprózódó széttagoltság. Ekkor ugye ezeket az észak-kínai kisebb-nagyobb hadurakat Illig-Kagán bevonza, alkagáni titulusokat oszt számára, és megpróbálja kijátszani egymás ellen ezeket a hadurakat Illig-Kagán, és ezek közül a hadurak közül az egyik Li Yuan, ugye Tai Yuan az Észak-Sánsi tartományban található, ma is ez a neve ennek a városnak, Tai Yuan. Ő ott őrzi a határt egyrészt a türkök várható betörései ellen, illetve a többi észak-kínai hadúr ellen. Elvileg ő lojális a Szüj dinasztiához, tehát a Szüj dinasztia védelmezőjeként jár el. Ezt megszokhattuk, hogy általában, amikor nagy bajban van egy dinasztia, akkor a legfőbb védelmező lesz az, aki igazából a legnagyobb fenyegetést jelenti mindig a dinasztiára. És ő megegyezik a türkökkel abban, hogy támogassák őt lovassapatokkal, illetve ne támadják hátba, amikor ő elindul Chang'an ellen. Ugye azt ígéri neki, hogy ha sikerül Chang'annak, ennek a tradicionális régi kínai fővárosnak az elfoglalása, akkor ő a türkök számára kedvező feltételeket igyekszik majd teremteni, hogyha sikerült megszilárdítani Észak-Kínában a Szüj dinasztia hatalmát, ő így fogalmaz, de tulajdonképpen ekkor ő már egészen biztos abban, hogy ő egy saját dinasztiát fogott alapítani. Ez 617-ben meg is történik, 618-ban a Szüj császárt egy merénylő megöli. A helyzet az, hogy megbukik a Szüj dinasztia, van egy új dinasztiánk, a Tang, meg mellette van még egy csomó másik dinasztiánk is. Természetesen. Ugye azt is említettem talán az előző alkalommal, hogy a Tang ekkor a sok-sok kis hadúri rezsim közül az egyetlen, de 617-től az egyik előnye talán az, ha ezt előnynek lehet nevezni, szerintem igen, hogy Chang'an az ő kezükön van. Ez a tradicionális és kínai főváros stratégiailag nagyon fontos a régió, Chang'an és a körzete az már az ő kezükön van. És most nem mennék bele abba, az egy nagyon-nagyon bonyolult, hosszú, ugyan nagyon érdekes történet, hogy a Tang dinasztia végül hogyan gyűri le a többi hadúri rezsimet. Sok itt a trükközés, a véletlen, a szerencse is közrejátszik, akkor a türkök is közrejátszanak. Egy nagyon érdekes téma. Nem csak egy egész előadást lehetne csak erről tartani, hanem akár egy egész fél évet is lehetne, de hát erre nincs időnk. Először ezt a nagy témakört kell átlátnunk, hogy ilyen mélységi foglalkozunk a dologgal. A lényeg az, hogy miközben a Tang a többi hadúri rezsimmel hadakozik és egyezkedik, közben a türkök is már fenyegetést jelentenek, hiszen tudják már, hogy a Tang az ígéretével ellentétben nem nagyon igyekszik betartani ugye az ígéretét, azt, hogy egy a türkök számára kedvező feltételek jönnek majd létre. Tehát a 20-as éve nagyon megszaporodnak a türkök betörései, a kisebb betörésekből rengeteg van, ezeket el sem tudjuk egymástól igazából választani. Viszont nagyobb, tehát 100 000 fős
hadsereggel történő betörésekről is vannak értesüléseink a 622-ben, 24-ben, 26-ben, tehát nagyjából két évente történnek ilyenek, amikor a türkök egy óriási hadsereggel, szinte az egész haderejükkel felvonulnak, és bejönnek Kínába, Taiyuant fenyegetik, illetve Chang'ant is, Taiyuant és Chang'ant is fenyegetik, ez a két fontosabb bázisa a Tangnak. Ekkor a Tang dinasztia alapítójának, Li Yuannak a fia, egy nagyon dinamikus és nagyon, hogy is mondjam, egy nagyon agilis ember, Li Shimin, a másodszülött fia volt ő Li Yuannek, a Tang dinasztia alapítójának. Ő nagyon ügyesen használja ki Illik Kagán és az ő unokaöccse Tuli Kagán közt feszülő ellentéteket. Ugye Tuli Kagán egy alkagán volt. Ugye beszéltem arról is, hogy a türkök között volt egy kagán, egy fő kagán, mondjuk így, és voltak kisebb kagánok is, az kínai dinasztiák a kis kagán, Xiao Khan terminussal szokták jelölni, tehát Tuli egy ilyen Xiao Khan, vagy kis kagán volt, aki a keleti birodalom résznek is a keleti részét tartotta ellenőrzés alatt, több-kevesebb sikerrel. De Tuli Kagán viszont, ugye ő is a Asina nemzetségből származik, természetesen bizonyos nézőpontból ő érdemelné a fő kagáni pozíciót, más nézőpontból meg Illik. A helyzet az, hogy Illik Kagán foglalja el ezt a pozíciót, de Tuli Kagán természetesen riválisa, és Li Shimin ezt nagyon jól érzékeli. Ő nagyon jól érti a türköket, ez nem véletlen egyébként. Nem véletlen, tehát egy picit megállnék és rátérnék a Li családnak az eredetére. Hallatlanul érdekes dolog ez. A Li az ugye egy kínai név, Li gyakori kínai név, viszont anyai ágon ők a Siempik Dugu nemzetségéből származnak, a Siempik Dugu nemzetségéből. Ez a nemzetség az egyik előkelő nemzetség volt a Zhou és a nyugati Wei dinasztia idején. Egyik előkelő nemzetség, és ha még tovább megyünk, még visszább megyünk az évszázadokban, történelemben, akkor arra jövünk rá, hogy ez a Dugu nemzetség, ennek a nemzetségnek a neve feltehetően az ejtés vált, a Tuge ejtés változata. Nem tudom, hogy a Tuge nemzetségről beszéltem-e már, de a Tuge és a Dugu az tulajdonképpen valószínűleg ugyanannak a szónak a két különböző kínai torzítása. Ez egy Hun, Xiongnu nemzetség volt, mégpedig a Liu Yuan és ugye Liu Bobo, azaz Helian Bobo nemzetsége. Tehát tulajdonképpen egy Hun nemzetség, egy később elsziempisedő Hun nemzetségből származott anyai ágon a Li család. Ez teljesen jól dokumentálható, és egyébként a Sui dinasztia császári családja is. A Sui dinasztia császára és a Tang dinasztia alapító első császára unokatestvérek voltak anyai ágon. Tehát mind a ketten ebből a Dugu nemzetségből származtak. Észak-kínai eredetűek, nem is csak észak-kínai, hanem az Észak-Kínának az északi határai mentéről származtak, ugye a Li család Taiyuanban közvetlenül a határvidéken éltek. És majdnem biztos, szinte egészen bizonyos, hogy mind Li Yuan, mind pedig Li Shimin, ugye a Tang dinasztia első uralkodói, folyékonyan beszéltek türk nyelven. Az sem elképzelhetetlen, hogy az anyanyelvük, a domináns nyelvük az nekik a türk volt, tehát ők otthon egymással türk nyelven beszéltek, nem kínaiul, vagy éppenséggel kétnyelvűek voltak, tehát mind a két nyelven közel ugyanolyan jól beszéltek. Azt is tudjuk, hogy Li Shiminnek az egyik közeli rokona például, ő szívesen lakott jurtában, türkökkel vetette magát körül, türk zenészek játszottak neki muzsikát, volt egy ilyen eléggé bizarr szokása is, hogy egy bizarr hobbija, hogy
eljátszotta, hogy meghal, és ő egy türk kagán, egy halott türk kagán, és egy temetést rendezett maga számára, egy ilyen türk, pompás nagy türk temetés keretében eltemettette magát játékból. Érdekes egy dolog, de a lényeg az, hogy mire itt ki akarok lyukadni, hogy ez a Lee család legalábbis ekkor még, a 7. század elején ez egy kulturálisan, nyelvileg teljesen keverék nomád kínai gyökerekkel rendelkező család volt. Ennek is köszönhető valószínűleg az étkezéseikről is, tudjuk, étkezési szokásaikról is, hogy nomád ételeket fogyasztottak, teljes húsételeket, stb. Tehát egy ilyen keverék család volt, és ők elég jól értették azt, hogy mi folyik a türkök között, beleláttak ebbe, tudtak az ő fejükkel gondolkodni, mondhatjuk így, ez egy nagy előnyük volt. Tehát Lee Shimin, ugye a másodszülött fiú, aki nem a trónrökös, ekkor még, viszont a legtalpra esettebb fiú, ő kihasználja ezt a vetélkedést Illig és Tuli között, amikor Illiggel tárgyal, akkor finom utalásokat tesz arra, úgy blöfföl magyarul, utalásokat tesz arra, hogy ő Tuli Kagánnal megegyezett, de ezt így nem mondja ki szó szerint, hanem érezteti Illiggel, tehát nagyon ügyesen taktikázik, Illig ettől megretten Illig Kagán, és ezért nem, gyakran nem mer támadni, mert fél, hogy esetleg Tuli, aki ugye az ő hadseregében szolgál, hirtelen ellene fordulhat. Tehát nem bízik meg természetesen a saját unokaöcsében. Fél attól, hogy mi van akkor, hogyha Lee Shimin és Tuli Kagán között tényleg létezik egy ilyen szövetség, és akkor egyszer csak Tuli ő ellene fordul, és akkor ketten együtt legyőzik őt. Tehát ezért gyakran ezek a nagy bevonulások 622-ben, 24-ben, 26-ban azzal egy nagy megfélemlítés ugyan a Lee Shimin számára, viszont Illig Kagán egyszer sem támad. Egyszer sem támad. Ugyanakkor Lee Shimin azért minden alkalommal lefizeti őket. Tehát anyagi javak, ugye rengeteg sejemmel, pénzzel lefizeti őket, hogy távozzanak. Illig Kagánt lefizeti, tehát békét vásárol. Ez egyébként nagyon hasonló, ugye, ha valaki ismeri, hogy az európai középkorban volt a Dänegelde, ez a dán pénz, a viking pénz, amikor a vikingek betörtek mondjuk mai Franciaország területére, a Karolin dinasztia területére, akkor ők lefizették, és akkor a vikingek már tulajdonképpen nem pusztítani, harcolni jöttek, hanem a fizetségért. Na itt ugyanezt történik. A 620-as éveknek a türk betörései valószínűleg erről szólnak. Tehát Illig Kagán bevonul egy óriási nagy sereggel Kínába, és megvárja, hogy őt lefizessék. Ugyanakkor a háttérben pedig ott van az aggodalom is, hogy mi van akkor, hogyha az unokaöccse és a kínai császár ellene fordulnak, és akkor itt tulajdonképpen, hogyha ő támadna, akkor elképzelhető, hogy ő húzná a rövidebbet. Tehát egy ilyen helyzet áll itt fenn. Tehát a türkök saját megosztottságát nagyon ügyesen kihasználja Lee Shimin. Ezt követően 626-ban ez az utolsó nagy betörés, az utolsó nagy betörés előtt néhány nap, a két héttel körülbelül Lee Shimin, aki ugye nem a trónörökös, hanem a másodszülött, vagy lehet, hogy a harmadszülött fiú, most erre pontosan nem emlékszem, a lényeg az, hogy nem ő a trónörökös, ő a testvéreit, aztán másodszülött fiú, igen, és az elsőszülött fiú, aki a trónörökös lenne, viszont sokkal kevesebb harci erénye van, sokkal kevésbé talpra esett, mint Lee Shimin. Ő és Lee Shimin egy öccse, tehát az a két fiú összefognak Lee Shimin ellen, többször próbálják őt megmerényelni, meggyilkolni, de végül ennek elejébe megy Lee Shimin, és az úgynevezett Xuan Wu kapunál, Chang'anban lemészárolja testvéreit, saját apját letaszítja a trónról, és 626-ban ő lesz a Tang dinasztia második császára.
Ekkor ezután valószínűleg erről értesülve törnek be második alkalommal a türkök, hogy kihasználják ezt a pillanatot, amikor éppen problémák vannak a Tang udvarban, de ismét csak, ugye a Lee Jimin ismét lefizeti őket, ismét nem mer támadni Illik Kagán, és visszahúzódnak a sztyeppékre. Tuli és Illik Kagán között pedig csak egyre erősödik ez a széthúzás. Illik uralkodása alatt ugye több tényező is veszélyeztette a kaganátusnak a politikai egységét, ezek közül a legszembetűnőbbek ugye Tuli és egyéb más türkelőségeknek is a megkérdőjelezhető lojalitása. Tuliról már tudjuk, hogy egyáltalán nem lojális Illik Kagánnal szembe, illetve vannak még az alávetett törzsek, a türkaganátus alávetett törzsei, elsősorban a Tiel törzsek, ugye a türkül Oguz törzsek, akkor keleten a Kitajok és a Tatabik, akik ugye a Tuli ellenőrzése alatt állnak, az ő elszakadás és önállósodási törekvései nagyon veszélyeztetik a türkaganátusnak az egységét, és ehhez járul még hozzá a Tang hatalmának a megszilárdulása, illetve még valami, egy körülbelül 628-ban vagy 629-ben óriási éhínség pusztít a Észak-Kínában és a sztyeppéken, tehát pusztító állatvész és éhínség nehezíti még a türkök dolgát, tehát összejönnek a dolgok. 628-ban egyébként fellázadnak a kitajok, ugye ők ott élnek a kaganátus keleti peremvidékén, felveszik a kapcsolatot a Tang dinasztiával, és elismerik a Tang dinasztia főségét, tehát átállnak a Tang oldalára. Az oguzok és a kitai, és aztán az oguzok is, tehát a Tiel törzsek is fellázadnak ugyanekkor, ez egy nagy lavinát indít el, az a két lázadás. 628-ban az oguzoktól elszenvedett már második veresége után az egyik türk előkelő, szintén az uralkodói család szülötte, úgy hívják, hogy Asina Sér, ő Illik Kagán haragja elő, mivel vereséget szenved, nem tudja leverni az oguz lázadást, Illik Kagán haragja elől, büntetés elől, nyugatra menekül, a nyugati türk kaganátus területére, Besbalik városába, ez ugye a Dzsungáriai medencének a fontos központja, és ott rendezi be a főhadiszállását, ugye egy rivális hadúr lesz tulajdonképpen Illiggel szemben. Tuli ekkor még nem lázadt fel nagybátyja ellen, de ugye ő is részt vesz az oguz felkelők leverésében, sikertelen leverési kísérletben, és mivel ugye vereséget szenvednek, ezért őt megbünteti Illik Kagán, megalázó büntetésben részesül, Illik megkorbácsoltatja, és 10 napra fogságba veti Tuli Kagánt, és ez aztán végképp elmérgesíti a kettejük közlévő, amúgy is konfliktusokkal, meg gyanakvással terhelt viszonyt. Ezt követően, amikor Illik a Tuli emberei közül akar harcosokat toborozni, akkor Tuli megtagadja a közreműködést, azt mondja, hogy ő nem ad harcosokat Illik Kagán újabb hadjáratához, és ezzel kiváltja Illiknek az újabb haragját, és Illik büntető hadjáratot indít keletre, Tuli területére, és ekkor, ugye ekkor telik be a pohár, Tuli Kagán is átáll a Tang oldalára, a Tang dinasztiától kér segítséget a nagybátyja ellen. Tehát ekkor Illik Kagán elizolálódik tulajdonképpen. Két fő embere, Asina Sér nyugatra menekül, az unoka öccse, akivel eddig is csak a baj volt, ő végképp szakít vele és átáll a Tang dinasztia oldalára. Ekkor ugye az oguzoknak beszéltük, hogy van több törzse volt, a kínai források szerint 9 törzsből álltak, ezek közül a Xue Yentuo nevű törzs, egy nehezen kiejthető nevű törzs, Xue Yentuo nevű törzs, akiket szoktak szirtardusokként is említeni. A szirtardus ez egy feltételezés, hogy ez állhat a Xue Yentuo kínai név mögött.
de mi csak most hívjuk őket Xue Yentóknak, nem, az a szürtardus etimológia, ez eléggé bizonytalan. Tehát ez a Xue Yentók, ők az oguzoknak a vezértörzse, a legerősebb törzse, vagy talán nemzetsége ekkor, és ők igyekeznek elszakadni a türköktől, természetesen ők is kikkel veszik fel a kapcsolatot, támogatót szerezzenek maguknak, hát a Tang dinasztiával, ők is a Tang dinasztiához fordulnak. A Tang dinasztia éppen ekkora 627-628-ra Észak-Kínában, Li Shimin ugye legyőzi ezeket az észak-kínai hadurakat, és tulajdonképpen megszilárdul. Ekkor a 20-as évek végére szilárdul meg Észak-Kínában a Tang hatalma. Ekkor már teljesen bizonyos, hogy a Tang dinasztia lesz az, ami a Szűt hosszú időre felváltja, és nem a többi dinasztia, amelyet egyéb kisebb-nagyobb hadurak alapítottak Észak-Kínában, tehát legyőzi ezeket a hadurakat eddigre már. És 629 végén, 629-630-ban egy óriási nagy hadjárat indul Illik-Kagán ellen. Ugye Illik-Kagán birodalma ekkor picire zsugorodik. Tuli is átigazolt a Tang oldalára, a kitajok is, a tatabikkal együtt, Asina sér is nyugaton van, nem lehet Illik-Kagán segítségére, és az Illik-Kagán területén, ott a sztyeppék központi területén ott vannak az oguzok, a Xue Yentók vezetésével, akik szintén a Tang dinasztiát támogatják. Ekkor egy óriási nagy hadjárat indul. Éheznek egyébként a türkök ekkor, tehát éhínség van, nagyon rossz paszban vannak, nagyon rossz bőrben vannak ekkor Illik-Kagán türkei. Érdekes, arról nincs szó, hogy az oguzokkal mi a helyzet, tehát hogy az oguzokra hogyan hatott ez az éhínség. Mivel nagyjából egy területen laktak, tehát ők itt is kellett, hogy érintse ez, de ez egy érdekes kérdés. Na mindegy, a lényeg az, hogy hadjárat eredményeképpen több mint 100 000 türk adja meg magát a Tang csapatainak végül, de nem mindenki, nem az összes türk. Ugye ez a 100 000 türk, ez azt jelenti, hogy 100 000 harcos férfi valószínűleg. Tehát az ő családjai, tehát ezt szorozzuk meg mondjuk 5-tel, ugye asszonyokat, gyermekeket, öregeket is hozzáteszük, a 5-tel, 6-tal szorozzuk meg, tehát egy 500 000 vagy 600 000 türk lélek. De vannak olyan türk csoportok, akik nem adják meg magukat a Tang dinasztiának, hanem egy kicsit távolabbra húzódnak. Az uralkodó család egyik tagja Asina Hubo, egy Asina Hubo nevű türk vezér vezetésével csatlakoznak a Xue Yentókhoz, aztán innen később elszakadnak a Xue Yentóktól is, még északnyugatabbra vándorolnak, valahol az Altaj északi részébe, a mai Mongólia és Oroszország határvidékére, és ott egy saját kis kaganátus, egy kisebb kaganátust hoznak létre. Ez még egy ideig fennáll. És a türkök felett aratott diatalt követően az udvarban vita kezdődik arról, hogy mi legyen a legyőzött türkökkel, mi legyen az ő sorsuk. Az egyik legnépszerűbb álláspont az, hogy a türkököt teljesen asszimilálni kell. Azaz, azt javasolják ennek az álláspontnak a képviselője, hogy az udvar a türköket telepítse le Kína belső területeire, és kényszerítse őket életmódváltásra, tegye őket földművesekké. Sokan mások úgy gondolják, hogy a türköknek ez a mértékű átformálása, ez lehetetlen, ez kivitelezhetetlen, és az ilyen irányú kísérletezés csak veszélyt hozna a dinasztiára. Ők határozottan elzárkóznak attól, hogy ezeket az úgynevezett veszélyes barbárokat a birodalom belsejébe költöztessék. Egyesek szerint a legcélszerűbb az volna, hogyha a türköket a dinasztia a Sárga folyótól északra a kínai nomád ütköző zónába költöztetné, hogy ott a dinasztiától való egyfajta ilyen laza függésben élve védelmezzék Kína határait a még északabbra élő nomádok
várható betöréseitől. Tehát, hogy egyfajta ilyen ütköző államot, ütköző zónát hozzanak létre, ahol a Tang dinasztiához lojális nomád türkök, megőrizve a nomád életformájukat, védelmezik Kínát a még északabbra lévő nomádok, ugye a türkök maradékai, illetve a Xueyantók, hogyha a Xueyantók egyszer ugye Kína ellen fordulnának, azoknak a betöréseitől. Tehát ez a két fő álláspont. Egyik sem valósul meg teljes mértékben, hanem egyfajta kompromisszumos megoldás jön létre. A hadjárat, ugye a 30-as hadjárat során legyőzött keleti türköket a Tang dinasztia végül nem a Sárga folyótól északra, hanem ugye a Sárga folyó nagy kanyarulata által körbezárt területre, az Ordosz vidékére költözteti legtöbbjüket. Van, akiket nem, tehát ott az északi határ mentén egyébként máshova is kerülnek, más prefektúrákba is kerülnek türkök, de a többségük az jellemzően az Ordosz vidékére kerül, és őket több kisebb csoportra osztják fel, ugye megosztják őket, ezt a fajta megosztást már láthattuk Cao Cao alatt, ugye a három királyság korszakában, amikor ő a déli hunokat osztja fel ilyen sok kisebb csoportra, de nagyjából ugyanezt történik az Ordoszban a türkökkel, és minden egyes csoport élére először 7 ilyen kisebb csoport van, aztán később lesz 24 körzet. Mindegyik élére egy-egy vezetőt helyez a Tang dinasztia, kinevez egy-egy vezetőt. A Góbitól északra pedig, ugye a mongol sztyeppe vidéken pedig a Tang dinasztia szövetségese, ugye a Xueyantó nemzetség által vezetett augusztus szövetség veszi birtokba ezt a területet. Az ő kagányuk, Inan kagánnak hívják, ő hoz létre ott egy Xueyantó kaganátust, tulajdonképpen szakirodalomban méltatlanul keveset szólnak erről a viszonylag rövid életű kaganátusról egyébként, tehát csak a türkök beköltöztetéséről szólnak, és akkor az embernek az a benyomása alakul ki, hogy hát a türköket a Tang beköltöztette az Ordosz vidékbe, akkor mi van ott a mongol pusztákon, elnéptelenedett, nincsenek emberek, csak állatok nyargalásznak jobbra-balra? Hát nem, ugye ott vannak ezek az ogusz törzsek a Xueyantók vezetésével, létrehoznak egy kaganátust, amely ugye akkor lojális még a Tang dinasztiával, hiszen a Tang dinasztiával szövetségben együttesen győzték le a közös ellenséget, a türköket, Illik-kagán türkjeit, és az ő uralmuk a 630-as évek derekára megszilárdul, és ekkor már eléggé erősek, körülbelül 200 ezer harcost képesek csatasorba állítani, és elkezdenek terjeszkedni nyugat felé, a nyugati türk területek felé. 635-ben például sikerül megverniük Ashinashérnek a 10 ezer fős seregét is. Ugye emlékszünk, Ashinashér, aki Illik-kagán haragja elől nyugatra menekült. Na például ő rajta vereséget mérnek rá. Ashinashér ekkor a vereség után, ugye a Xueyantóktól elszenvedett vereség után Chang'anba menekül, Kínába, a Tang dinasztia fővárosába menekül, és ő is a Tang dinasztia szolgálatába áll. 639-ben egy nem várt fordulat történik a Tang-türk kapcsolatokban. Tuli Kagának és az egyik öccse, egy Zie Shuai, kínaiul maradt fenn csak a neve, Zie Shuai nevű türk előkelő, ugye aki ott van Chang'anban, az udvarban, ugye az előkelőket, ezeket az Ashina családnak a legbefolyásosabb tagjait, ezeket Chang'anba költöztette a Tang dinasztia, és ott ők jellemzően katonai, magas katonai rangot, címeket kaptak, na hát ilyen Ashina Zie Shuai is, ő merényletet kísér meg Li Shimin ellen, a császár ellen, mire a császár hát átgondolja, átértékeli a dolgokat, és úgy dönt, hogy akkor végül is a türköket mégis inkább az Ordoszból észak felé költöztetni a Sárga folyó és a Góbi közti területre, tehát létrehozza mégis azt az ütköző zónát,
amit egyesek javasoltak, Kína határain kívülre telepíti át őket, és így a mai Észak-Sánsiban van egy város, Táthong, Táthong a neve, majd ez a feliratokba odaírom ezeket, hogy ne csak hallás után tudják megjegyezni. Tehát Táthongban létrehoz egy központot, egy ilyen türk udvart, egy türk hatalmi központot, és ennek a türk ütköző államnak az élére az Asina családból egy másik előkelőt választ, az ő neve Asina Szmó, ő Bumin Kagánnak a dédunokája egyébként, ugye a türk kaganátus alapító kagányának a dédunokája, ő lesz ennek az ütköző kagánnak az élén. Jó, valaki itt közben, mintha megszólalt volna. Van valami kérdés? Nem? Vagy ha nem, akkor kérem, hogy akkor akinek nincs kérdése, hogy az halkítsa le a mikrofonját. Jó, némítsa el a mikrofonját, akkor beszűrődnek különböző zajok. Jó, ha van kérdés közben, akkor természetesen fel lehet tenni, akkor kapcsolják be a mikrofont, és akkor meg lehet állítani. Nyugodtan lehet egyébként közben kérdést feltenni, hogyha van. Jó? De ha nincs, akkor megyünk tovább. Oké? Akkor azt kérem mindenkitől, hogyha nem akar kérdezni, akkor kapcsolja ki a mikrofonját, hogy különböző zajok ne szűrődjenek be. Rendben van. Tehát létrejön ez az ütköző állam végül is. És ennek az Asina Szmónak ad egy új nevet, ugye a dinasztia, ő lesz Csilibi Kagán. Egyesek megpróbálták ezt a Csilibi nevet a török Cselebi, ugye van egy ilyen török név, vezetéknév, az aztán a repülőtereken is lehet látni, egy ilyen repülőtéri kiszolgáló cégnek is azt hiszem ez a neve, ez a Cselebi, vagy talán ez a két név ez ugyanaz, nem tudom, csak egy érdekesség. Tehát Csilibi Kagán lesz ennek a türk ütköző államnak az uralkodója, és a császár utasítja a Xuejentó Kagánt, Inan Kagánt, hogy tartson békét ezekkel a türkökkel. Ne abajgassa őket, mi szövetségesek vagyunk, ugyebár hagyja békén ezeket a türköket. Inan Kagán viszont, itt ugye két probléma van. Az egyik, Inan Kagán eléggé megerősödik, elkezd terjeszkedni. Ugye láttuk, hogy nyugat felé terjeszkedik, és terjeszkednő dél felé is, és őt ez a türk ütköző állam, hát ez meglehetősen zavarja. Ez tulajdonképpen az ő érdekszférjából veszel területet ez az ütköző állam, és hát annyira megerősödik eddigre a Inan Kagán, hogy magabiztosan visszautasítja ezt. Itt aztán néhány követváltásra kerül sor, ennek a részleteiben nem megyek bele, itt szóba kerül az is, hogy esetleg a Tangból kapjon feleséget a Kagán, mármint az Oguz, a Xuejentó Kagánja, vagy ne. A lényeg az, hogy a 40-es évek elejére a Xuejentó Kaganátus határozottan ellenségessé válik Tang dinasztiával szemben, és ennek aztán néhány évvel később harc lesz a vége. Egy hasonló dolog játszódik le, mint ami a türk kaganátus kapcsán lejátszódott. A Xuejentók ugye több augusztörzs felett uralkodnak, és a Xuejentók után a második legerősebb, mondjuk így, második legerősebb, legbefolyásosabb törzs nem más, mint az ujgur. Az ujgurok. Ez is az oguz törzsek egyike. Az ujgur törzs, az ő vezető nemzetségük a Jaglakar. Na most még a türkök elleni harcban a 620-as évek végén a Xuejentók legerősebb szövetségese az ujgurok voltak, és az ő segítségükkel lázadtak fel 628-ban, ugye megölték a türk helytartót, ők is tevékenyen részt vettek a Tang dinasztia nagy hadjáratában a türkök ellen, és
és aztán végül ők lesznek azok, akik szintén a Xueyentók ellen fordulnak, és a Tang dinasztia szövetségében hadba indulnak a Xueyentók ellen. A 646-647-ben ez a Xueyentó kaganátus elpusztul, ez a durván másfél évtized fennállás után a Xueyentó kaganátus elpusztul, és a helyébe az ujgurok lépnek, az ujgurok lesznek a legerősebb, a legfontosabb szövetségesei a Tang dinasztiának. Az ujgurok segítségével aztán tovább megy a Tang dinasztia, és ott a sztyeppék észak-nyugati szegletében fennálló kis türk kaganátust, ugye Ashina Hubo által vezetett kis türk kaganátust is 650-re, 649-650-ben megsemmisíti. Tehát 650-re a Tang dinasztia a mongol sztyeppék Góbitól északra elterülő részének az ura lesz tulajdonképpen, a teljes részét immár teljes mértékben ellenőrzése alá vonja, és az történik, hogy az ujgurok Jaglakar nemzetségének a vezetőjét, a főnökét a Tang dinasztia kinevezi kagánnak, és a ujgur kaganátus jön létre, egy a Tang dinasztia gyámsága alatt lévő ujgur kaganátus fogja uralni 646-tól kezdődően a mongol sztyeppéket, és a Tang dinasztia itt egy protektorátust hoz létre. Egy protektorátust hoz létre, mert különböző katonai körzetekre oszt, minden egyes körzet élére egy-egy ogusz törzsnek a vezetőit teszi meg a körzetek élére, és az egész protektorátusnak az élén egy kínai hivatalnok áll majd, de a kínai hivatalnok alatt a tulajdonképpen gyakorlatilag hatalmat, azt igazából a Jaglakar törzs mindenkori vezetője, mint kagán birtokolja, 646-tól kezdődően. Na, tehát egy protektorátus lesz itt a mongol sztyeppéken, amit tulajdonképpen az ujgurok vezetnek. Közben az ordozban lévő türkök, ahogy az illik, ők részt vesznek mindig a Tang dinasztia elleni kisebb-nagyobb felkelések leverésében, illetve a Tang dinasztia hadjárataiban is. 659-ben például a nyugati türkök ellen vezetnek hadjáratot, az ordoszi türkök, illetve a Tang dinasztia megdöntik a nyugati türk kaganátust, és annak a területén, ott a mai Kazaksztán, Kirgizisztán és Nyugat-Kína területén szintén létrehoznak két különböző protektorátust ezeken az elfoglalt helyeken, akkor Korea felé, kelet felé is vezetnek hadjáratokat, és tehát ezek a türkök az összes hadműveletben részt vesznek. Igen ám, csak hogy a 660-as évektől kezdődően a Tang dinasztia számára kicsit kezd rosszra fordulni a helyzet. 660-as évektől kezdődően. Tehát ez a dolog, hogy a 630-ban az ordozba költöztetett türkök, ordozba, illetve a Chang'anba költöztetett türkök szolgálják a Tang dinasztiát, semmi probléma nincsen. Ugye 650-ben az egész mongol sztyeppék egésze is a Tang közvetett ellenőrzése alá kerül, ugye az ujgurok segítségével. 659-re győzelmet aratnak a nyugati türkök felett is. Viszont ekkor, éppen 659-ben Kína nyugati határain kívül ugye még mindig létezik ez a Tuyuhun fejedelemség, és itt megjelennek a tibetiek délről, a Jarlung folyó völgyéből, onnan származnak ők. Amíg ezek az események történnek, amiről eddig beszéltünk, a tibetiek létrehoznak egy királyságot, mai Tibet területén nagyjából, és elkezdenek észak felé terjedni. 600,
58-59-ben betörnek a Tuyuhunok területére. Nem tűnik komolynak ez a betörés, viszont meglepően hamar, és a Tang dinasztia nem is veszik eléggé komolyan a tibetieket, meglepően hamar 673-ban a tibetiek meg egy újabb, nagyobb támadás során megdöntik a Tuyuhun fejedelemséget. Ezt a Tang dinasztia még mindig nem veszi elég komolyan, és megpróbál segíteni a tibetieknek, a Tuyuhunoknak, bocsánat. Tuyuhunok különböző csoportjai menekülnek Kína területére, restaurálni próbálja a Tuyuhun fejedelemséget a Tang dinasztia a tibetiek ellen, de ez 670-re egészen bizonyossá válik, hogy ez nem fog menni. Tehát a tibetiek 660-as, 70-es években egyszerűen elfoglalták a Tuyuhun fejedelemség területét, a Tuyuhunok több csoportban, több hullámban menekülnek Kína területeire, a Kanszu folyosóba, az Ordoszba is menekülnek Tuyuhunok, illetve egy részük ott marad és tibeti fennhatóság alá kerül. Tibetiek tovább mennek, elindulnak nyugatra, a nyugati területekre, épp azokon a területeken kezdenek el terjeszkedni, amit nem olyan régen meghódította a Tang a nyugati türköktől, és létrehozta ezeket a protektorátusokat. Ugye veszélybe kerülnek a Tangnak a nyugati birtokai, a tibetiek nagyon sok területet elfoglalnak, és a Tárim medencét például 677-re teljes mértékben elhódítják a Tangtól. 678-ban ugye a Tuyuhun fejedelemség restaurálására tett utolsó kísérlet is elbukik, és a Tang dinasztia seregei megalázó vereséget szenvednek a tibetiektől ott a Kukunor vidékén, Észak-Tibetben. Ezzel a Tang és a türk alattvalói részéről a nagy hadjáratok és ezeknek a gyümölcsöző együttműködéseknek a korszaka végleg lezárul. Gaozong császár, ő lesz a harmadik császára a Tang dinasztiának. Gaozong császár alatt a kínai hivatalnokok, akiknek egy jó része ellenzi a tibetiekkel való harcot, és a terjeszkedő politikának ez a további folytatását, természetesen ezzel összhangban ellenzik a terjeszkedés párti türk előkelőségek hivatali előmenetelét is. Ugye a türköknek az érdeke az, hogy legyen minél több hadjárat is, hiszen ők akkor vannak használva, akkor kaphatnak előléptetést, stb. Ugye a türkök egy olyan helyzetbe kerülnek, hogy a dinasztia nem tudja őket mire használni. Dologtalanná válnak, 679-ben felkelés tör ki a türkök között, Észak-Kínában az egyik türk hivatalnok érdekes módon az Asite nemzetségből, ezek mindig az Asite, ugye beszéltünk arról, hogy az Asina a fő türk nemzetség, vezér türk nemzetség mellett létezett egy Asite, egyfajta, hát egy ilyen másodhegedűs nemzetség, nevezzük úgy, a türkök között, és ők azok, akik az Asina nemzetségből választanak egy türk kagánt, és fellázadnak a dinasztia ellen, létrehoznak egy kaganátust, ezt a kagánt, ezt aztán a kínaiak leverik a felkelést, és kivégzik ezt a kagánt. Aztán még egy felkelés történik egy évvel később, ugyanúgy végződik, mint az előző, újabb kagánt választanak maguknak a türkök, leverik a felkelésüket, a kagánt kivégzik. Most ezen a kivégzésen jelen van egy másik Asina nemzetségi. Az Asina nemzetségnek egy másik tagja, úgy hívják, hogy Kutlug, az azt jelenti, hogy szerencsés, türk nyelven, Kutlug, szerencsés. Most Kutlug, ő illik kagának egy távoli rokona. A források szerint mindössze 17 emberével ekkor, látva ezt a kivégzést, a Jin-hegységbe menekül. Ugye tudjuk, az Ordosztól északra található a Jin-hegység, oda menekül, ott bujkál, ugye fél attól, hogy esetleg ő is a Tang dinasztia kezére kerül, és ott vadászatból és a környékbeli kínai telepek fosztogatásából tartja fenn magát. Tulajdonképpen egy rablóbandát hoz létre. Ekkor
és gyarapszik az ő tábor, ugye nagyon sokan csatlakoznak hozzá, több ezer fősre duzzad ez a eleinte 17, majd aztán 70 emberből álló tábor, több ezer fősre duzzad, és már rég nagy gondokat okozott az észak-kínai határvidéken. Ekkor egy az Aside nemzetség tagját, egy kínai, egy türk származású kínai hivatalnokot küld a dinasztia Illig Kagán lázadó csoportjához, hogy vegye rá őket a behódolásra. Ekkor azonban ez az Aside nemzetségbeli hivatalnok rögvest átáll Kutluk Kagán táborához, ő is a lázadók oldalára áll, és ettől kezdve a saját türk nevét, a Tonyukuk nevet kezdi el használni, és azt mondja, hogy ő segít Elteris Kagánnak abban, hogy egy újabb kaganátust hozzon létre. Ez 681-ben ki is kiáltják a kaganátusukat, és az eddig Ordoszban élő türkök szinte mindegyike, tehát azt mondják a kínai források, hogy a 24 körzet türkjei mind válaszolnak Elteris Kagán felhívásához. Ugye Kutluk pedig felveszi az Elteris, az népgyűjtő Kagán titulust. Tehát ettől kezdve Elteris Kagánról és Tonyokukról beszélünk, csatlakoznak hozzájuk a türkök, és ezt a lázadást már a Tang dinasztia képtelen leverni. 681-ben létrejön ez a kaganátus, ezt hívjuk úgy, hogy a második türk kaganátus. Ők innen a 80-as években valamikor, itt nehezen tudjuk datálni a dolgot, de elkezdenek észak felé terjeszkedni, és a Jin-hegységből nem tudjuk, hogy hányan vannak ekkor egészen pontosan, de egy úgynevezett Kököng nevű folyó mentén elindulnak észak felé, és elérnek az Ötüken-hegység vidékére. Az Ötüken-hegységet a Hangály-hegységgel szokás, közép-mongóliai Hangály-hegységgel szokás azonosítani. A mai Harharung, azaz Karakorum város környékére. És itt a Kököng folyó mentén szembe találkoznak egy nagy csapat Oguzzal, akikkel megütköznek, győzelmet aratnak, és tulajdonképpen az Ötüken-hegység vidékén lévő ujgur hatalmi központot ennek a Tang dinasztia gyámsága alatt létező protektorátusnak a központját, a fészkét elfoglalják. Hogy ez pontosan melyik évben történik, az vita tárgya. Vannak, akik 680-as évek végére, 690-es évek elejére teszik ezt. Hát valamikor ekkor történhetett, 686 és 91 között valamikor, 691-ben vagy 92-ben maga Elteris Kagán is elhalálozik. Egyébként az évszázad legvégén, 699-ben a nyugati türkök is elszakadnak, és egy saját Kagánt választanak, elszakadnak a Tang dinasztiától, illetve Tibettől is, és ezekben az évek, következő években, itt a 7. század legvégén, 8. század elején egy új felemelkedőben lévő új hatalom, az arabok jelennek meg itt a tágabb térségben, és nyomulnak előre nyugat felől, egyre kelet és északkelet felé Perzsia irányából. Meghódítják Toharisztánt, Horaszánt, Buharát és Szogdianát. 711-ben a szogdok, a terjeszkedő arabok elől a türkökhöz fordulnak segítségért. Most a türkök, ugye a második türk kaganátushoz, a türkök kapva kapnak az alkalmon, mivel Szogdianán keresztül a Selyemút Perzsiába vezető szakasza felett szerezhetik meg az ellenőrzést. Tehát ez nekik egy jó alkalom. A terv azonban nem valósul meg, mert 713-ban a Szamarkandban berendezkedő
egy arab hadúr kiveri őket Szogdianából, tehát vereséget szenvednek a türkök, és a következő évben a visszavonuló türkök kagánja, Kapkan Kagán két fia, illetve Kaplan sógora vezetésével Besbalik ellen indulnak. Ugye Besbalik a Dzsungária központja, Dzsungáriában van, megtámadják Besbalikot, és itt is vereséget szenvednek. Azért akarják Besbalikot elfoglalni, mert ez egy stratégiailag fontos hely, tehát Dzsungária, ha Dzsungária az ő kezükön van, akkor innentől kezdve egy könnyebb, egy újabb próbálkozást elindítani, ugye a Selyemút megszerzése érdekében. De itt a kínaiak, de a kínaiak kezén van még Besbalik, lefejezik a sógorát a türkagánnak, és erre a türkagánok visszavonulnak Besbalik alól, nem a sógorát, hanem a testvérét, és a kagán sógora, ő a csúfos kudarc miatt nem mer hazatérni, és azért inkább behódol Kínának. Most ezek a kudarcok, ezeknek a kudarcoknak a következtében nem csak a Selyemút feletti ellenőrzés megszerzésének a reménye foszlik szét a türkök számára, hanem egy nagyobb probléma is történik. Ugye itt a 690-es évekre beszéltünk arról, hogy elfoglalják a keleti türkök ennek a protektorátusnak a központját, és innentől kezdve az ujgurokat és az ujgurok vezetése alá tartozó különböző oguz törzseket is elkezdik meghódoltatni a 690-es évek folyamán, illetve a 700-as évek elején. Tehát Kapgan Kagán lesz az, aki ugye Elteris halála után 692 és mondjuk 710 között, ebben a szűk két évtizedben hódoltatja ezeket az oguz törzseket, a kitajokat, tatabikat, tehát egységesíti a mongol pusztákat. Ez sikerül is, és mikor elindul, ugye a szogdok felhívására elindul délnyugat felé ez a nagy nyugati hadjárat a Kapkan Kagánnak 711 és 714 között, elindul erre a hadjáratra, egyrészt nincs jelen a mongol pusztákon, másrészt, ami még fontosabb, vereséget szenved, ugye délnyugaton is, és aztán Besbaliknál is vereséget szenved, és a kudarccal visszaérkező Kagán ellen ezek az oguz törzsek, oguz, illetve egyéb törzsek, akik ott a mongol pusztákon maradtak, fellázadnak. Fellázadnak, Kapgan Kagánnak ismét meg kell őket hódoltatnia, előről kell kezdenie a munkát, tehát azt a nehezen kinkeservel megteremtett egységet, amit ő a nagy nyugati hadjárata előtt létrehozott, azt újra kell teremtenie. Ezen dolgozik ő tulajdonképpen, tehát 714-től kezdődően újabb és újabb hadjáratokat indít a lázadó oguz törzsek ellen. 716-ban, ezek sikeresek egyébként, de 716-ban, ugye, mindössze két évvel a visszatérése után leveri a Bajirku törzset, győzelmet arat felettük, és egy óvatlanságból a Bajirkuk maradékai, a legyőzött Bajirkuknak a túlélői, az óvatlan Kagánt, aki annyi, valószínűleg annyira elbízta magát a győzelem után, hogy nem állított őrséget éjszaka, az éj leple alatt ezeknek a legyőzött Bajirkuknak a maradékai rajta ütnek a Kagán táborán, és megölik a Kagánt. Tehát Kapgan Kagánt meggyilkolják 716-ban, lesből rajta ütnek a Kagán táborán, és meghal a Kagán. Na ekkor kezdődnek az újabb gondok. Mikor Kapgan Kagán meghal, akkor addigra Elteris Kagánnak a fiai, ugye Kapgan Kagán, ő Elterisnek az öccse volt, és ő követte Elterist a trónon annak idején, 692-ben, mivel Elteris Kagánnak a fiai, két fia, ők még kicsik voltak, gyermekek voltak. Ekkora viszont 716-ban már felnőnek. A két fiút úgy hívják, az egyik Kültegin, a Tegin az herceget jelent körülbelül, Kültegin, a másik pedig Bilge, tehát Kül és Bilge, a két fiú. Ekkora már felnőttek,
És Kapgan Kagán a halála után Bögü kerül, ül a kagáni trónra. Bögü Kagán ül a kagáni trónra, viszont ugye Kültegin és Bilge joggal érzik úgy, hogy hát őket illetné a trón. Ugye ebbe a Bögü Kagánnak a trónra lépésébe Kültegin és Bilge nem nyugszik bele, maguknak követik a trónt. A türk vezető elit akkor két táborra szakadt, ugye egy Bögü párti, illetve egy Kül és Bilge párti táborra. Ez a konfliktus természetesen, ahogy szokott, vérfürdőhöz vezet. Kültegin hatalmas mészárlást rendez az ellentábor körében, amelynek Bögü a rokonaival és támogatóival együtt áldozatul esik. A támogatói közül csak egyetlen egy személy marad életben, az ekkor már élemedett korú Tonyokuk, aki még él, ugye Elter is Kagánnak a tanácsadója, támogatója. Tonyokuk életét megkíméli, nem mellesleg azért, mivel Tonyokuknak a lánya, ő Bilge Kagánhoz ment feleségül, tehát ő Bilge apósa. Tehát Kültegin az a két testvér közül, aki a hadjáratokban jeleskedik, ő rendezi ezt a vérfürdőt, és ő a testvérét, a fivérét, Bilgét emeli a trónra. Tehát ő lesz Bilge Kagán, Kültegin pedig a legfőbb hadvezére lesz a második türk kaganátusnak a 716-tól kezdődően, egyszerűen szólva. Kapkan halála után, a hatalmi harcok alatt ismét csak szétszélednek a törzsek, az auguszt törzsek, a kitajok, a tatabik. Ezek közül sokan, jó részt az auguszt törzsek Kínába menekülnek. Nagyon sok auguszt törzs menekül ekkor Kínába. Kína, Észak-Kína különböző helyeire, a Kanszú folyosótól kezdve egészen az észak-keleti régiókig. A Tang, kihasználva a türköknek ezt a pillanatnyi gyengeségét, egy nagy támadást készít elő ellenük, a türköktől elszakadt törzseknek, ezeknek az auguszt törzseknek a részvételével. Bilge Kagán viszont hiába kezdeményezi a békekötést, a Tang udvar elutasítja ezt az ajánlatot, tehát mindenképpen meg akarja indítani a hadjáratot. Elképzelése szerint, ugye a Tang dinasztia elképzelése szerint a kitajok és a tatabik délkeletről, és más két a nyugati türk törzs, a Bászmil és a Karluk törzsek, ők pedig délnyugatról, kínaiak pedig egyenesen délről fognak majd támadást indítani a türkök ellen. Most ez a három irányból induló, ugye észak-kelet, észak és dél, vagy bocsánat, észak, vagy délkelet, dél és délnyugatról induló támadás, ez 720-ban megindul, ugye Bilge Kagán és Kültegin türkjei ellen, de mivel a Bászmil csapatok túl korán, kínaiak megérkezése előtt már megütköznek a türkökkel, és egy nagy vereséget szenvednek tőlük, itt az időzítéssel volt probléma, ez az egész haditerv romba dől. Türkök ezután a Kanszú folyosót és Besbalikot támadják, ugye Dzsungáriát és a Kanszú folyosót, majd 722-ben végül békekötésre kerül sor a kaganátus és Kína között. Ennek értelmében a császár és a kagán kapcsolatát, az a konfuciánus értelemben vett apa-fiú viszony határozza meg. Tehát a Kína lesz az apa, a türk kaganás pedig a fiú viszonya határozza meg, tehát egy aláfölé rendeltségi viszony. Ettől kezdve pedig rendszeresen indul türk követség Kínába. Bilge Kagán több alkalommal is jelzi az igényét egy kínai hercegnőre, ezt viszont a császár rendre elutasítja. Most a tibetiek közben 627-ben a türkök és a türkök szövetségét keresik, azért, hogy a Tang még meglévő nyugati birtokai elleni hadjáratokban szövetségesként használják fel őket, de Bilge Kagán ügyel erre a Kínával kötött kényes békés viszonynak a fenntartására, visszautasítja mindig a tibetieket, és a kínai udvarnak is beszámol ezekről a megkeresésekről, és tehát, hogy hangsúlyozza, hogy lám-lám engem a tibetiek megkerestek, de én mindig nemet mondtam nekik. A császár ezért a hűségért a piacok nyitására ad engedélyt ott az északi határvidéken, ahol a türkök a lovaikat selyemre cserélhetik. Ezen felül a kagán még évi 100 000 vég selyem járandóságot is kap,
Ez a béke, ez mindkét félnek az érdeke, ugye azért kapja ezeket a kedvezményeket, meg anyagi javakat a türk kagán, természetesen, hogy nehogy egyszer a tibetieknek az egyik megkeresésére véletlenségből igent mondjon. Ugye mindkét félnek jó érdeke a béke. Ekkor, Gültegén 731-ben meghal, a Tang dinasztia császára, Xuanzongnak hívják ekkor a császárt, ő külön stélét állítat a Gültegin emlékére, egy templomot is emel a kínai udvar, aminek a belső falaira Gülteginnek a legemlékezetesebb csata jeleneteit festeti, a nagy hadvezér halála, hanyatlás és belső válság újabb korszakát hozza viszont el a türkök számára. Bilge Kagánt néhány évvel később, 734-ben az egyik minisztere megmérgezi, de a haltokló Kagánnak még van annyi ideje, hogy a gyilkost és az egész családját kivégeztesse. Na ezután ugye egy újabb hullámvölgybe kerül a második türk kaganátus. Bilge két fia követik egymást a trónon, hogy pontosan melyik mikor azt nem tudjuk, nagyon zavarosak itt az évszámok, a datálás szinte lehetetlen. De mindkét fiú, mindkét ilyen kis kagán, tulajdonképpen jelentéktelen kagán, igazából az anyjuknak, azaz Tonyokuk lányának a gyámkodása alatt gyakorolja a hatalmat. A kaganátus haderejének jelentős része felett ekkor két sad áll, ugye a sadról beszéltünk, egy méltóság, egy keleti és egy nyugati, tulajdonképpen hadurak veszik át itt a hatalmat. Ezek a kis kagánnak, tengri kagánnak az apai nagybátyjai, és ők elég nagy fenyegetés jelentenek a gyermek, vagy hát a fiatal kagán, itt nem tudjuk, valószínűleg fiatal felnőtt volt már tengri, a kis kagán és az anyja uralmára. Elterjed egy szóbeszéd, miszerint a két sad merényletre készül a kagán ellen, ez eljut a kagán fülébe is. A kagán anyja, ugye Tonyukuk lánya és tengri kagán ezért a két nagybácsi életére tör, egyiküket a nyugatit keletszébe csalva sikerül is megölniük, az egyik sadot. Erre viszont a keleti sad elébe megy a dolgoknak, mielőtt még őt is esetleg meggyilkolnák. Ő 741-ben egy rajtaütést szervez és leszámol tengri kagánnal. Sokan úgy írják, hogy tengri kagán kisfiú volt, még tehát gyermek volt, ennek viszont ellent mond az, hogy neki már volt gyermeke. Ezt Dobrovics Mihály turkológus mutatott rá erre egy cikkében, hogy tengri kagán akkor már minimum fiatal felnőtt volt, tehát neki már volt gyermeke. De tengrit, a lényeg az, hogy tengrit ez a keleti sad végül megöli. És tengri kagánt, bocsánat, ez a keleti sad tengri kagánt megöli, és ő a Bilge kagánnak egy másik fiát, egy fiát helyezi a trónra egy bábként, báb kagánnak, majd ezután rövid időn belül megöli ezt a fiút is, ugye tengrit is, és aztán saját báb kagányát is, és saját maga foglalja el a trónt, mint Kutlug-Jabgu trónnevet veszi fel, és vele aztán a következő évben az zűrzavarokat kihasználva fellázadó egy ujgur bászmilés karluk hármas szövetség végez. Tehát a kelet, ugye az leegyszerűsítve az egészet, egyszerűbben összefoglalva arról van itt szó, hogy a gyenge kagán és anyja ellen a két, egy keleti és egy nyugati hadúr kezd szervezkedni, a nyugatival végül is az anya és a kagán végeznek, a keleti viszont velük végez, tehát a fiatal kagánnal végez, aztán egy kis közjáték után állít egy saját bábkagánt, aztán a bábkagányát is megöli ő maga, tehát a keleti hadúr, ő maga veszi át a trónt, és ő lesz Kutlug Jabgu kagán. Ekkor viszont ugye ezt a sok zűrzavart kihasználják az ujgurok, ugye az ujgurokról már beszéltünk, az oguzok körében továbbra is ők a domináns törzs, az ő nemzetségük, vezérnemzetségük a Jaglakar. Ők
szövetkeznek a bászmirokkal, akiket előbb említettünk, és a kardukokkal, tehát a délnyugat, a türkaganátustól délnyugatra élő két törzsel, vagy népcsoporttal, és egy hármas szövetségben 744-ben átveszik a hatalmat, lemészárolják ugye a Kagánt, és 745-ben a bászmiloknak a vezére ül a trónra, tehát egy bászmil kagánunk lesz ekkor. Na most, hogy lesz ebből, mi történik itt? Ugye a bászmil kaganátusról nem hallunk Belső Ázsia történetéből, hanem ujgur kaganátusról hallunk. Hogy lesz ez? Mi történik itt? Hogy lesz ebből ujgur kaganátus, ugye a 8. század közepetáján, és aztán ezek az ujgurok honnan jönnek tulajdonképpen? Ugye arról már beszéltünk, hogy korábban a Sühejentóktól ők átveszik az uralmat a Tang dinasztia segítségével, tehát a Tang dinasztia támogatásának köszönhetően ők korábban a Sühejentókat segítettek megdönteni, akkor egyfajta ilyen, mondjuk mai kifejezéssel élve, egyfajta egy ilyen ujgur autonóm terület, egy protektorátus felett uralkodtak, de azt is a Tang jóvoltából, aztán őket a 680-as évek végén, 690 tájékán a lázadó türkök megdöntötték, és aztán átveszik a hatalmat a türkök felett 744-745-ben. Hogy történik ez? Milyen utat járnak be ezek a türkök, vagy bocsánat, ezek az ujgurok? Arról fogunk beszélni a következő órában, és a következő alkalommal, és ennek, tehát az ujgurok kalandos történetének, illetve tulajdonképpen egészen pontosan az ujgurok vezértörzsének, a Jagdakar, vagy vezér nemzetségének, a Jaglakar nemzetségének a kalandos története, az szorosan kapcsolódik majd azoknak az ujgur közösségeknek a történetéhez, akik még Kapkan Kagán hódításai elől a 700 először a 690-es években, majd később a 716 körüli években menekülnek Észak-Kínába. Ugye beszéltünk arról, hogy mikor meghal Elteris Kagán 691-ben vagy 692-ben, akkor Kapkan Kagán az, aki elkezdi hódítani ezeket az oguz törzseket. Ekkor is ugye a hódítások elől néhányan majd Észak-Kínába menekülnek, majd aztán ő elmegy, mikor bevégezte a dolgát, ő elmegy akkor erre a nyugati hadjáratra, amiből nagy vereséggel tér haza, és a vereség hatására ezek a ugusz törzsek ismét fellázadnak, ismét egy nagy egyesítési, hódítási projektbe kezd Kapkan Kagán, és ezelől is megint menekülnek majd Észak-Kínába ugusz törzsek, és ezeknek a menekült ugusz törzseknek a történetét fogjuk majd átnézni egy kicsit, és ez vezet majd el minket ahhoz, hogy tisztában lássuk azt, hogy hogyan is kerülnek az ujgurok olyan pozícióba, hogy igaz, hogy eleinte a bászmilókkal és a karlukokkal szövetségben, de tulajdonképpen és az ő hátukon átmászva, egy csúnya kifejezéssel élve, a bászmilókon birtokba vegyék ismét a mongol sztyeppék területét, és egy saját kaganátust alapítsanak. Rendben van, most egy kicsit hamarabb ért véget az előadás, de tulajdonképpen egy nagy témának a végéhez érkeztünk, és a következő alkalommal akkor az ujgur kaganátus megalakulását, és az ujgur kaganátus és a Tang dinasztia viszonyát fogjuk megnézni, és reményeim szerint eljutunk még oda is, hogy megvitassuk egy kicsit azt a fontos kérdés, hogy az ujgur kaganátus bukása után tulajdonképpen mi történik a mongol sztyeppéken, mert ez aztán egy eléggé homályos történet, és nagyon sok kérdés vetődik fel
a szakirodalomban ezzel kapcsolatban. Jó, rendben van, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és igyekszem ezt a videót minél hamarabb megosztani önökkel.